Üdv éltársak! Ez a mostani videó egy kicsit egy ilyen bemutató teszt jellegű sztori lesz. Az X-szériás kések lesznek valamilyen szinten összehasonlítva a hagyományos fák néven késekkel, mindegyik fák néven. A tokok nem lesznek túlzottan taglalva, már arról csináltam egy külön videót. Így a saját meglátásaimat megpróbálom belefűzni a mostani videókba. Valószínű több részes lesz, mert azért itt ez elég sok kés. Tehát az A1 az A1X-el, az S1 az S1X-el, az F1 az F1X-el lesz majd összehasonlítva. Szeretem a fák néven késeket, ezt kár lenne tagadni. Szerintem elég komoly munkát végeznek ott a fák névennél, még ha sokféle hibát föl is lehet róni nekik. Szerintem nem feltétlenül hibák, de lehet, hogy ez csak a saját hülyeségem mondja. Tehát kicsit nehéz lesz így, de megpróbálom. Lehet, hogy az lesz, hogy inkább leteszem ezt az egész csomagot, és éppen az aktuális bemutatandó páros lesz majd csak terítéken. Igen, talán így jobb lesz. Hát kezdjük a legnagyobbakkal. Az A1X-el és az A1-el. Pillanat, csak itt kicsit masszatolok. Ugye így rögzül teljes mértékben a tokba. Az életben nem tud így kiesni. Így fölhajtva ki lehet húzni. Kicsit előre kell húzni, és akkor kijön. Tehát ez lenne az A1X. Teljesen full tankés. Hát ez igen, a felülete már nem gyári. Kicsit karcos volt, úgyhogy dolgoztam rajta. Mindjárt mondok néhány adatot is, csak hogy legyen valami értelmesebb dolog is. Így. Készültem kis papírkával. De egyben mellé teszem a sima A1-et is. Ugye ő lenne az. Ez a hagyományos, még a régi verzió. És akkor mindjárt megpróbálom. Na, talán így. Láthatjátok, készülgettem. Ugye az A1X az egy kobalttal erősen ötvözött acél, majd az acélok összetételéről is lesz néhány szó. A sima A1 nekem még a régi VG10 magos, mind a kettő laminált penge. Ugye a szívosságot ezzel tudják biztosítani, hogy laminálják a pengét. Na most jelen esetben ennek kratona markolata, ennek meg termorán. Szerintem nincs köztük különbség, de ám legyen. Ez 319 g, ez pedig 401 g. Saját mérések szerint is hasonló 1-2 g különbség volt. 160 mm hosszú penge, 161 mm hosszú penge. Ennek 6 mm vastag a pengéje, ennek meg 7. A teljes hossza ennek 280 mm, és ennek pedig 284 mm. Tehát nem kicsi kések szerintem. Ezeket már igencsak jól lehet használni tábori körülmények között. Ennek a VG10 mag az 59 Rockwellre van edzve. Ennek a kobaltos
magja 60 rockverre van edzve, és akkor, hogy egy kicsit így a acélokat is képbe tegyem, ugye ez a 6 kés, ez háromféle acélt takar. Ugye nekem az X-szériás kés mindegyiknél ez a laminált kobaltos lamkosz acél van. Ugye kobalt van a sima VG10-be is, csak abban mondjuk 1,4%, viszont ebbe meg 2,5% kobaltot tartalmaz ez az acél, az A1X acélja. Ugye a VG10-et egy ilyen molibdén vanádium ötvözetnek írja le a fák néven, ez meg kifejezetten kobalt special ötvözet. Egyébként ugyanúgy van benne wolfram, mint mondjuk az F1-nek a VG7-es acéljában. Nagyjából hát így egy kicsit megegyeznek, ugye szén, króm, ezekbe megvan mind. A szén meg a króm körülbelül hasonló, de ezek az 1%-ok meg ide-oda néhány század ezred, ez mind befolyásoló tényező, csak ebben nem annyira akarok belemenni, mert már nem is jó hozzá a tudásom, és nem is készültem annyit belőle. Molibdén is van mind a háromban. A kobaltosban van igazság szinte a legtöbb, abban 1,5% van, és a VG7-ben van a legkevesebb. Az csak 0,3%. Mint mondtam, van kobalt a VG10-ben is, ugye a kobaltot inkább az éltartás miatt tették bele, csak úgy, mint a wolframot a VG7-esbe. Úgyhogy, és wolfram ugyanúgy megtalálható az aluminált kobaltos acélban. Most csak így ennyi technikai sztori. Akkor kicsit a két kés. Ugye szerintem az X-szériát, azt úgy mondanám, hogy egy teljesen egységes dizájnt mutatnak föl. És itt az A1 és az A1X sziluettje tulajdonképpen megegyezik. Tehát nem sok különbség van benne, külalakra hasonló, de hát ugye innen a penge hátuljától jönnek az érdekesebb sztorik. Ugye ez megvan, ez a szép kis gumimarkolatunk. Egy olyan markolattüske van benne, ami valamelyes követi itt a markolat formáját. Hát ugye ez meg értelemszerűen egyértelműen követi. Azt hiszem, így egymást mellé téve az az 1 mm vastagság igencsak jól látszódik. És talán, nem tudom, tudom-e úgy forgatni. Tehát van acél bőven a hegyek mögött mind a kettőnél. Tudom, a végét tízre szoktak panaszkodni, hogy kipattogzik, az enyém rendben szokott lenni, nálam nem volt különösebb baja, a kobaltossal meg abszolút nem volt semmi bajom, szerintem nagyon jó kis acél. És hát fogás. Ugye ez egy fontos sarkalatos kérdés egy késnél, milyen fogása van. Nos, attól nem kell megijedni, itt nem éles, ahol fogja az ember, itt abszolút nem éles, ez nem fogja felsérteni az ember kezét. Cserébe, ez a cserélhető gumi panel, mert ez viszont kellő erős is. Én szerintem ezt inkább kesztyűvel érdemesebb használni. Lehet kesztyű nélkül is, főleg a kicsit már durvább a bőrfelületet nem fog gondot okozni. Hát ennek ugye egy enyhe rücskös és rücskös felülete van itt, az oldalán, viszont felül, meg alul full sima. Tök jó fogása van szerintem a sima A1-nek. Olyan jó, jóféle táborik, és nem túl nehéz, nem túl... hogy is mondjam neked, mondjam nektek. Tehát nem túl nehéz, de mégis van benne elég
tartalék ahhoz, hogy ezzel nagyon sok mindent meg lehessen oldani. Ami kicsit furcsa nekem, sok mindenkinek furcsa, nem csak nekem, inkább úgy mondom, bocsánat, hogy itt a fák néven, ennél az új védőnél, hát egy elég erős derékszögszerű részt formált meg. Én ide egy egész kicsi rádiuszt tettem volna. Mert az ilyen éles területek, éles szögű területek, ezek stresszgyűjtő pontok lehetnek, ám bár még nem nagyon láttam törött X-szériás késeket, ami mondjuk lehet, hogy van benne valami, hogy ez így rendben van. Ezt így nem tudom megmondani, ugye nem törtem még el ilyen kést, csak nekem ez itt egy kicsit fura. A markolat panelekhez még annyit hozzátennék, hogy ugye Torx csavarokkal rögzül, T10-es Torx való hozzá, be van menetrögzítőzve az, ahol betekered a csavart, és amikor szépen összerakod, visszarakod, lecseréled, vagy bármi, akkor ugyanoda kell rakni vissza a csavarokat, mert belül egy henger betekerednek bele. Körülbelül eddig a közepéig van ilyen színű csiszolás, itt egy kicsit már másabb, de ez így nem látszik egyébként a késen. Nekem az X-késekről egy kicsit a régebbi fák néven kések jutnak eszembe, amikor is még lehetett kapni olyan pengét, amit fel kellett markolatozni. Itt annyi a különbség, hogy egy komplet kés kap az ember, de szerintem a személyre szabást azt meg tudja oldani, hogyha kell. És valószínűleg közeljövőben nálam is majd meg fog történni, de arról majd csinálok egy másik videót. Hát akkor legyen ennyi mondjuk erről a két késről. És akkor nézzük, hogy mit is tudnak valójában. Majd meglátjuk mindjárt.